szerencseivel vitték nagy dolgukat végbe. Váljék az ifjú párnak mai esküvése, lelkeseinek örök javáros üdvére. Az Isten áldása szálljon a fejükre, legyenek vidámak és boldogok örökre. Mit is mondhatnánk még egy ifjú párnak? Kívánok nektek békességet, boldogságot, egy év múlva egy kis apróságot. Ti aztán valójára semmit ne bízzatok, hanem mindent csak kettesben csináljatok. Még nekem se szóljatok. Mert azt az okos ember is tudja, hogy a gyereket nem a gólya hozza. A gólya az csak maradjon meg magának, de meg bandikám, tegyél eleget a férfias munkának. Ehhez legyen jó erő, egészség, de legfőképpen a vőlegénynek szenzációs keménység. Na kedves vendégeim, most pedig szeretnék adni az ifjú párnak valamit. Először egy kockacukrot vegyetek el. Természetesen egymás szájába tegyétek bele. És azt kívánom nektek, ilyen legyen ez a házasság, mint a kockacukor. Milyen? Kemény. Én is erre gondoltam. Ha lement, akkor ezt fogyasszátok el rá. Mindig így adok egy kicsit, hogy jókedvűek legyetek, ne sokat. Ízlik? Látom nagyon. Tényleg kemény a cukor. Gyerek, olyan savanyú pofát vágtok, nem? Pálinka, nem volt. Lesz az is, lesz az is. Na és kedves vendégeim, arra lennék kíváncsi, ha a vőlegény barátom haza fog menni és esetleg egy kicsit be lesz rúgva. Hogy fog bekérdezkedni otthon? Kedves vagyok, ide térdepelj már, jó? Jajaj. Így a mennyasszonyon szembe, jó? És... Kismalt, kismalt, engedj be. Ez nagyon gyenge volt, megmondom, belengedd erre. Valamit azért másodban az gyenge volt. Hogy kérdezkedél be, amikor részegen hazamész? Kérek szépen, engedj be. Na, ez már egy kicsit alakul. Még valamit esetleg még erre ne engedd az meg gyenge. Soha többé nem iszok, ha most beengedj. Na ez már valami! Na és kedves vendégeim, hogy beengedj igazából a mennyasszony a vőlegényt, kérnénk ide egy pár barátot, hogy segítsen a vőlegénynek. Egy pár barátot kérnénk ide. Na ez az, a mennyasszony az ő rögtön. És akkor most kérjük a beengedést, hogy nyisd ki babám az ajtót. Most kérem a segítséget. Az ajtó, mennyesen mernek aját a szomszéd. Maga meg egyszer. Nyisd ki babám. És álljál fel, és megkérem a kedves vendégeket, legyenek szívesek befáradni és kocintani egy pohár persze.